Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Testületi ülés. A városvezetők és a képviselőtestület tagjai ezúttal közmeghallgatást is tartottak. Megyés játék. A Szent István telepi általános iskolában a környezettudatosság témakörébe illeszkedő feladatokat oldottak meg a gyerekek a múlt héten. Családi sportnap. Szórakoztató, aktív pihenés várja a Patakparcsuli diákjait és hozzátartozóikat szombaton. Közmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülést tartottak múlt hét szerdán a faluházban. A napi rendi pontok megtárgyalását követően rövid alpolgármesteri beszámoló következett, majd a városvezetők és a képviselőtestület tagjai megválaszolták az írásban és a helyszínen személyesen feltett kérdéseket. A covidos évek után a háború és rezsiválság közepette is fent tudtuk tartani Budakalász város intézményeinek és magának a városnak a zavartalan működését, hangsúlyozta Fórián Szabó Gergely alpolgármester, összefoglalva az őszóta eltelt időszak legfontosabb önkormányzati eseményeit. Említést tett továbbá a fejlesztésekről, a pályázati sikerekről, beruházásokról. Hozzátette, lakcímfelülvizsgálat lesz, de csak azok kapnak értesítést, akiknek ezzel tennivalója van. A folytatásban Nágel István válaszolt az előzetesen írásban feltett kérdésekre. Az első kérdés Sós Anna Máriától érkezett, aki az Omszkó 11-es felüli oldalára kérdezi, hogy van-e lehetőség oda egy zajárnyékoló fal megépítésére. Ez az igény ez nem új, ez már korábban is felmerült, amikor az északi elkerülő, illetve ehhez kapcsolódóan ugye a 11-es út felújítása tervezési szakaszában volt, akkor a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőt megkerestük ezzel a kéréssel, hogy oda létesüljön egy ilyen zajárnyékoló fal. Itt ők elmondták, hogy habár a lakóövezetnek a távolsága, illetve a magas zajhatárértékek alapján nem lenne ez egy kötelezően kiépítendő fal, de ők is elismerték, hogy a rekreációs területnél ez egy zavaró hatás, úgyhogy azt jelezték, hogy az északi elkerülő, illetve a 11-es út felújítása kapcsán, mivel ez a terület ez kiesik a tervezési területből, abba a projektbe ezt nem tudták beemelni, viszont jelezték, hogy amikor a nullás folytatása, illetve ahhoz kapcsolódóan ott a csomópont átépítése megtörténik, akkor ezt az igényt mindenképpen figyelembe fogják venni. Úgyhogy erre az esély megvan. Nagyon bízunk benne, hogy a nullás tervezésének a folytatására hogy megkapja a projekt a forrást, és akkor ezt az igényt is tudjuk érvényesíteni. Májusban lakossági fórum lesz a Berdóban történt egyirányúsítások eredményéről, adta válaszul a következő kérdésre az alpolgármester, melyet Váli István, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke kiegészített azzal, hogy a Kálvária és a Felsővár utcák esetében az utak meredeksége és szűk keresztmetszete az autósok és a gyalogosok számára is balesetveszélyes, ezt igyekeznek orvosolni. Az Apát utcában az útjavítási munkálatok várhatóan idén tavasszal befejeződnek, a hiányzó utcatáblák kihelyezése folyamatban van, nyáron ez is megtörténik, foglalta össze következő válaszában Nágel István. A következő kérdés Patakvölgyi Edinától érkezett, a Barát utca forgalmi rendjének a felülvizsgálatával kapcsolatosan érdeklődött, illetve tett javaslatokat. Itt ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy fontos egy néhány mondatban ugye ennek a forgalmi rendnek a kialakításának a hátterét feleleveníteni. Ugye itt egy hosszas előkészítés és alapos előkészítés történt a forgalmi rend módosításával kapcsolatosan. Ugye tudjuk, hogy évtizedes problémáról beszélünk. Volt itt behajtani tilos kivéve célforgalom szabályozás, illetve lakópihenővezet megállapítása, azonban ezeknek a betartatása az mind a rendőrség, mind egyébként az önkormányzati rendészet számára gyakorlatilag napi szinten egész nap ez nem lehetséges, és ami egy
súlyosbító körülmény, hogy ezen az utcán keresztül egyébként a szabályosan közlekedő, József Attila utcán közlekedő forgalmat előzték gyakorlatilag. A forgalomszámlálási adatok szerint több autó haladt át csúcsidőszakban a Csapás utca Keskeny utcáján, mint amennyi a főúton a József Attila utcán haladni tudott, és a körforgalomban pedig elsőbséggel tudtak behajtani, pont ezért adódott ez az előzés és lehetőség. Látszott az, hogy azok a szabályozások, amik habár Kressz szerint ugye szabálytalanul, vagy a szabályok szerint nem lehetett volna ez a forgalom, ez mégis folyamatosan fennállt ez a helyzet, ezért volt szükség beavatkozásra. Első körben a legnagyobb rugalmasságot adó, egy nyitható, gyakorlatilag fizikai akadályban gondolkoztunk. Itt azonban ennek a kialakításának a költsége az olyan mértékű volt, hogy végül ezt a megoldást el kellett vetni. A fix akadály kihelyezése, ami most is látható ott a káposztás közben, ezzel kapcsolatosan a Barát utcai lakosokkal külön egyeztettünk, hogy ennek a kihelyezése ez a Csapás utca végébe, vagy a káposztás közbe kerüljön. Az egyértelműen a jelenlegi helyszínén való kihelyezés mellett volt a lakosság. Ennek a beavatkozásnak az eredményeképpen az átmenő forgalom gyakorlatilag megszűnt a Csapás utcában és a Barát utcában, tehát ez valóban ugye a táblázás szerinti lakópihenővezet funkcióját most be tudja tölteni, ami nagyon fontos, hogy szintén hogy a József Attila utcának a forgalma azáltal, hogy ugye nem tudják szabálytalanul megelőzni ezt a forgalmat, ilyen szempontból ütemesebbé vált és felgyorsult, és azt gondolom, hogy ez a morális kérdés is ezzel megoldódott. Felvett több alternatívát, hogy milyen megoldással kellene próbálkozni. Itt gyakorlatilag a célforgalmas lakópihenővezeti szabályozást, ezt már végigjátszotta gyakorlatilag a korábbi városvezetés is, ezek nem működtek, illetve ami fontos, hogy az engedélyes behajtás az csak különleges, és ott is többek között például a Klenicsben is egy határozott idejű, tehát egy átmeneti megoldásként alkalmazható, ennek az adminisztratív és az ellenőrzését jelentős élőerő felhasználása lehet csak megoldani, tehát ezért ezek nem indokoltak. Ettől függetlenül nyilván különböző beavatkozások, nyilván, ha az északi elkerülő út megépül, nullás folytatása, tehát ha olyan forgalmi átalakulás tapasztalható, akkor természetesen a városvezetés nyitott ennek a forgalmi rendnek a felülvizsgálatára, hiszen a cél az az, hogy csak a szükséges mennyiségben avatkozunk be a forgalmi rendbe. Az utolsó írásban feltett kérdés a közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségekre irányult, majd Szűcs Ferenc állt a mikrofon mögé. Először arra hívta fel a városvezetők figyelmét, hogy meddő munkát ne végezzenek, előbb érdeklődjenek az ott lakóktól, van-e igény részükről egy-egy tervezett fejlesztésre, projektre. Budakalászi lakost Budakalász közútjairól letiltani senkinek semmi joga ne lehessen, pláne, hogyha átmenő forgalommal rendelkezik az út, tette hozzá a folytatásban a Mártonáron utcai lakos. Miért kell másnak arra szólni József Attilán, rontják József Attila utca levegőjét, szívják azok, mikor itt fél perc alatt átmegy az ember. Már ezt a múltkor is szóvá tettem. Le se fütyültek. Igaz? Volt egy kérdésem a jegyzőhöz. Az arcomba vágta, hogy már előtte eldöntötték a képviselők. Mikor a benti gyűlésen ott voltam. Hát ez mocskos dolog. Nagyon mocskos dolog. Nekem, mint idézőjelbe, tisztességes állampolgárnak. Irritál. Igaz? Ott azt mondta a szemembe, ha nem ezt mondta, szóljon rám. De akkor visszakérdezem tőlük, vigyázzon, mit mond. Nagyon vigyázzon. Maga kötelességszegést végzett, igaz? Megszegte a kötelességét. Ott mit mondott? Hogy magának nem kötelessége írásba elvagadni a képviselőktől. És ott megmondták, hogy kötelező. A mai napig nem kaptam választ rá. Emlékszik rám? Igen vagy nem? Na, ugye? Tehát én azt szeretném, hogyha budakalászi lakost, akinek budakalászi állandó bejelentett, vagy csak bejelentett lakcíme van, közútról ne lehessen letiltani. Legyen zsákutca, legyen, nem baj, oda ne menjen be senki, csak aki ott lakik. De hogy én ne tudjak keresztül menni máshol, sorba kell állnom negyed órát, fél órát, azért az sok.
Deák Ferenc elmondta, a Márton-Áron utcai lakosok nem jogosultak behajtási engedélyre a Dunapartra. A tavalyi év végi testületi ülésen kezdeményezték a helyi rendelet módosítását, ám ezt a javaslatot nem támogatták a városatyák. Ez a teljes körű szabályozás nem Szűcs úr ellen szólt, tette hozzá a jegyző. Miután a heves hangulatú megbeszélés témakörét körbejárták, Roskovics Pál tette fel kérdését. Ezzel folytatjuk holnapi híradónkat. Az egész iskolát megmozgatta az idei utolsó megyés játékverseny a Szent István telepi általános iskolában a múlt héten. Hét helyszínen kellett a fenntarthatóság, környezetudatosság témakörébe illeszkedő feladatokat megoldani a megyéknek, melyeknek vezetői 8. osztályos tanulók voltak. Elkészültek az új komposztálók, megismerhették a különböző növények terméseit, magvait a diákok az idei utolsó megyés játékon a Szent István telepi általános iskola kertjében. A projektnap célja, hogy a csapatok egy közösséget alkotva jobban megismerjék egymást, közös élményeket szerezzenek, miközben a gyakorlatba átültetve tanulják meg a fenntarthatóság, környezettudatosság alapjait. Megyés játékok keretén belül ma egy projektnapot tartunk a gyerekeknek, ami a fenntarthatóság köré csoportosult. Ez a megyés játék nagyon-nagyon régóta van már az iskolában, nem tudom megmondani hány évre visszamenőleg találták ki a kollégáim, mégpedig azért, hogy a közösséget egy kicsit így módon is jobban összekovácsoljuk, ugyanis a gyerekek megyékre lettek osztva, ahány megyé van Magyarországnak, annyi csoportba kerültek a gyerekek, és 1-től 8-ig minden évfolyam képviselteti magát ebben a megyében. Mielőtt egy megyés játékra sor kerülnek, kétszer szoktak a megyék találkozni, hiszen előzetes feladatokat is kapnak egy ilyen projektnaphoz, és a megyevezetők, akik a 8-osok, irányítják ilyenkor az előkészítő munkálatokat. Az történt, hogy miután nagyon-nagyon sokáig növekedett a gyerek létszáma a Szent István telepi általános iskolának, már nem fértek be a gyerekek a Magyarország 19 megyébe, és akkor elkezdtük bővíteni. Először hozzátettünk egy Budakalászt, aztán hozzátettünk egy fővárosunk Budapestet, mert 460-an vagyunk, és nyilván nem célszerű az, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek egy csapatban a gyerekek. A gyerekek ültetnek, de a komposztálásnak a rejtelmeibe is bevezetik őket a kollégáim. Teljesen szétszedtük a régi komposztálónkat a múlt héten, és hát nem tudom majd, ha megmutatjátok, a másodikosok raklapból rakták ezt össze most itt nekünk. Nyilván közben elmagyaráztuk, hogy amikor ugye kész a komposztálóban a termőföld, azt kiforgatjuk onnan, és akkor vissza fogjuk rakni azokat, amik még nem komposztálódtak el. Úgyhogy most a már kész termőföldet használják a gyerekek ahhoz, hogy különféle magokat ültetnek. Ezt tojástartóba teszik, így haza is tudják vinni, úgyhogy reméljük, hogy mindenkinek lesz majd hamarosan valami kis terménye. Szó volt az év fájáról, állatáról, a megyék tagjai megtapasztalhatták, milyen újrahasznosított alapanyagokból készített hangszereken játszani. Örökös ökoiskola vagyunk, úgyhogy a mindennapjainkat átszövi a fenntarthatóság, a környezettudatos életmód. Hát nyilván ezek már ilyen kicsit elcsépelt, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, mert azért remélem, hogy most már mindenki szelektíven gyűjti a szemetet, de nagyon sok mindenre figyelünk, és hívjuk fel a gyerekek figyelmét a mindennapokban is. Tehát nem kampányszerűen most egyszer a fenntarthatóság hetének keretében teszünk úgy, mintha valóban fontos lenne a környezetünk, hanem nálunk ez tényleg megjelenik a mindennapokban is. Van 7 állomás, ezen a 7 állomáson kell a gyerekeknek, a megyéknek körbe menniük, de mivel ilyen sokan vannak, ezért gyakorlatilag a feladatok 3 körön ugyanazok. Találkozhatnak a hungarikumokkal, találkozhatnak az év állataival, évmadara, évfája, és az ehhez kapcsolódó feladatokkal, kvízkérdésekkel a hungarikumok állomáson, onnan most jöttem ki, és hát nagyon finom gyulai kolbászt lehet kóstolni, és az egyéb hungarikumokat is. Készítenek a gyerekek petpalackból hangszereket, és utána összeállnak egy kis zenekarrá, pólóból táskát készítenek, és azt festik meg, szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amiben próbáljuk arra is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy az, amiről azt gondoltuk, hogy már haszontalan a számunkra, még nagyon sok mindenre föl tudjuk használni, hogy ne termeljünk annyi szemetet.
Alapvetően a cél az ismeretbővítés, mert azt gondoljuk, hogy ebben a formában sokkal hatékonyabbak lehetünk, mint a tanteremben bennülve, és csak elmondanánk neki, hogy, nekik, hogy hogyan is néz ki ez a komposztálás. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan ez egy verseny is, illetve egy versenysorozatnak az egyik állomása, hiszen több megyés játék van egy évben, és a tanév végén szoktunk a megyék között eredményt hirdetni. A szervezésben nem engedjük őket bekapcsolódni, ennek az is az oka, hogy nagyon pontosan össze kell rakni az útvonalakat, és ki merre megy, hiszen nem lehet kavarodás, tehát nyilván az a cél, hogy flottul menjen, mindenki akkor és ott legyen, amikor kell. Igazából percre pontos menetlevülük van, hogy mikor melyik állomásra kell érkezni, ők egy állomáson 25 percet tölthetnek, és a 8. megyevezetőknek a feladata az, hogy az időt is tartsák, és ott legyen ahol lenniük kell. Ugyanakkor az előkészítő feladatokban természetesen nagy szerepet kaptak, hiszen föl kellett készülniük, hogy mik a hungarikumok, össze kellett szedniük a pólót, amit nem használnak, össze kellett szedniük a tojástartókat, hogy mindenki haza tudjon valamit vinni, tehát előzetesen ilyen feladataik voltak. A héten még egy nagy rendezvény, az alapítványi nap vár a Szent István telepi általános iskolásokra, ahol szabadtéren a faluház udvarán minden osztály eltáncolhatja az osztálytáncát, a végzősök pedig búcsútáncukkal köszönnek el az iskola közösségi rendezvényeitől és az alsóbb évfolyamoktól. Játékos sportnappal várja tanulóit és a gyerekek családtagjait a Patakpart általános iskola szombaton 9 és 12 óra között Budakalászon. Szülődiák, röplabda és foci meccsek, petánk, királyozás, tollaslabda, célbadobás, falmászás, népi játszótér, sorversenyek, beszélgetések lesznek a programok között. A tanárok szórakoztató, aktív pihenést terveznek a résztvevőknek. Az esemény kiváló alkalom a sportolásra, ismerkedésre, közös élmények szerzésére. A megnyitó után zenés bemelegítést tartanak, melyet követnek a csapatok sorversenyei. A szervezők kérik, hogy a tornateremben lehetőség szerint csak tiszta talpú cipőt, míg az udvari rekordtán focipályán normál talpú sportcipőt viseljenek. Az állomásokon sporteszközöket biztosítanak, de bárki hozhat saját pingpong vagy tollasütőt. Az eseményt elsős idő esetén is megrendezik az iskola épületén belül. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napos, gomoly felhős időben már csak néhol a Duna mentén, valamint a déli és a keleti határ mentén számíthatunk kisebb záporra. A Dunántúl nyugati felén és keleten, északkeleten még élénk, utóbbi tájakon erős lehet az északias szél. Hajnalban 5-11, napközben 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. A városvezetők és a képviselők ezúttal közmeghallgatást is tartottak a testületi ülésen. A Szent István telepi általános iskolában a környezettudatosság témakörébe illeszkedő feladatokat oldottak meg a gyerekek a múlt héten. Szórakoztató, aktív pihenés várja a Patakpartsuli diákjait és hozzátartozóikat szombaton a családi sportnapon. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy első között értesülhessenek legfontosabb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!